1947-ben a kommunisták szovjet segítséggel átvették a hatalmat. 1948. júniusával bezárólag az új hatalom teljes egészében állami tulajdonban vett földet, termelőeszközöket és osztályharc címén fizikailag is ellehetetlenítette a polgárságot és a középosztályt. Elvettek minden egyházi tulajdonban levő ingatlant, lelkészek százait internálták vagy zárták börtönbe. Az 50-es évek közepéig, főleg Moszkva nyomására, az erdélyi kisebbségek viszonylagos jogokat élveztek. 1952-ben belső Erdélyben megalakult a Magyar Autonóm Tartomány. Bevezették a kétnyelvűséget a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban. A tartomány természetesen csak nevében volt autonóm, a bukaresti kormány és pártközpont irányította minden intézkedését. 1956-ban Magyarországon kitört a kommunista ellenes forradalom. Az eszmék átszivárogtak Erdélybe is, ahol helyi szervezkedések kezdődtek. Szovjetunió lerohant a Magyarországot, vérbe folytotta a lázadást. A forradalom leverése után 1958-tól a bukaresti kormány is drasztikus intézkedés sorozatba kezdett. A forradalommal rokon szemvezőkkel kíméletlenül leszámoltak, egyeseket kivégeztek, másokat több évre börtönbe zártak. Ezzel párhuzamosan újra kezdődött a kisebbségi közösségek elnyomása, megszüntettek minden önálló magyar intézményt, iskolát. ...1965-től Ceausescu hatalomra kerülésével a hatalmi harcban a későbbi diktátor nacionalizmus eszközéhez nyúlt, hogy leszámoljon ellenfeleivel és igazolja saját politikáját. Ceausescu nagy álma a nemzetileg homogén Románia megvalósítása volt. Miután a szászoktól és a zsidóktól megszabadult, államközi szerződéssel kiárusította őket az anyaországoknak, maradtak a magyarok. Túl sokan voltak, így csak egy lehetőség maradt, az elrománosítás. A Kárpátokon túlról kezdték Erdélybe telepíteni a románokat, a magyar és a szász városokban a helyi adminisztrációba román hivatalnokokat neveztek ki, katonai egységeket telepítettek magyar lakta vidékekre, az ortodox egyház pedig templomok, kolostorok építésével honfoglalt. A 60-as évek elején elindult iparosítás is az elrománosítás szolgálatába állt. Az erdélyi magyar többségű városok ipari létesítményeibe tízezrével telepítették Moldva és Olténia falvaiból a munkásokat, technikusokat, akik állást, lakást és letelepedési támogatást kaptak. Csehszlovákia lerohanása a Varsói szerződés többi tagállama részéről nagy hiba. Hatalmának megszilárdítása után 1968-ban a megyerendszer visszaállítása rendjén Ceausescu megszüntette a Maros Magyar Autonóm Tartományt. Az újon alakult állami vagy ipari intézmények kulcs pozícióinál megint nem a szakmai felkészültség számított, hanem az, hogy román legyen. Például Maros megyében, ahol a románok számaránya körülbelül 50%, a vezető pozíciókban levők aránya körülbelül 80% volt. A 80-as évek végére az elrománosítási folyamat minden területen érzékelhető volt. Megszűnt a magyar nyelvű rádió és tévéadás, folyamatosan csökkentették az iskolákban a magyar osztályok számát, az újságokban és könyvekben csak románul lehetett írni a magyar helység neveket. Az általános elnyomás mellett a magyarok az elrománosítási és asszimilációs politikával járó megkülönböztetésnek is szenvedő alanyai voltak. Ez volt a második elnyomás, ami csak a magyarokat sújtotta. Ebből az erdélyi román lakosságnak akarva akaratlanul előnye származott, ugyanis a magyarok leépítésének és kizárásának haszonélvezőivé váltak.
Marosvásárhelyt említő első